Spejbl és Hurvinek csehszlovák sorozatból a Spejbl bácsi gombát szed című filmet. Főszereplő Földi Ottó. Na, nézzük csak, tartsunk szemlét. Van egyszer ez a büdös sajt, aztán két fok hagyma is, és mi van még itt? Nézzük. Á, mi van ebben a zsákban? Zsemle morzsa. Ah, meg aztán egy kis szalonna bőrke. Egy egérnek, ha nem éhes. Nézd csak, egy darab mézes kalács. Tavaly karácsonyra kalapácsnak is jó. Mit csinál Spejbl bácsi, nem tudod? De igen, a szokásos leltározást havonta szokta. Felméri, hogy szerény készleteinket feltöltse vagy sem, mert hogy ő nagyon takarékos. Nem szívesen vesz semmit. Hurvinyek, írd csak fel. Fél kiló burgonyát kell venni. Minek a herdálás? Nem lesz sok, 20 deka is elég. Egy pillanat. Itt valahol van egy kis üveg olajnak, azaz ott fenn. Lehet, hogy el is bírom érni. Jézusom, Spejbl bácsi, mi történt? Elérte. Hurvinyek írt fel egy üveg olajat venni. Mert felírtam a csapt után rögtön. Spejbl bácsi, ha akarja, felseprem. Seperni, feltörölni, meg minden. Ha olyan kedves lenni, én meg arrébb állok, hogy ne legyek az utadban. De ezek, ha velem történt volna, nem is tudom. Túl sok a szöveg, Hurvinyek. Az embernek fő a feje, hogy az éléskamrában legyen elég élelem, hogy valami zamatos ételt lehessen. Zamatos ételt, azt mondod? Ezekkel a készletekkel legjobb esetben tudod, mit készíthetsz? Szalonnabőrösült kvarglit beszorva mézes süteménnyel. Mondd csak, Hurvinyek, mi kivetnivalót találsz a főztömbben? Igazán semmit, csak kíváncsi vagyok, mikor kezdünk legelészni. A motto szerint az erdőben és a réten élelmem keresem szépen. Hisz ezek finom dolgok. Málnalé, meg mazsulás kalács, meg gomba. Ez az, ez igen jó ötlet. Mit szólsz hozzá, Hurvinyek? Egyetértek, gombát venni. Még mit nem, semmit nem veszünk, ez drága dolog. Gombára másképpen is szert lehet tenni. Érdekes, és hogyan? Meleg is van, esett is mostanában, igaz? Ma van péntek, holnap megyünk gombát keresni. Jó lesz, végül egy életem, egy halálom. A leglényegesebb a gombázásnál, hogy egy csendes, távoleső zúgot találjon az ember, és azt hiszem, az illat, a jó levegő. Na nem? Igaz? Csak hogy terem-e gomba erre? Egész biztos. Hol van, Hurvinyek? Itt vagyok, mögötte. Hogy mögöttem? Hát úgy, hogy mögöttem. Nem látlak. Nézd csak körül. Körülnéztem már. Mégsem látom. Hát, mi? Hogy nem látom, Jézusom? Látsz már, papa? Persze. Látok egy csodálatos erdőt. Itt csak terem valamit. Manyicska. Látod, ez az igazi szépség, ez a sok virág. De azért a gombát nézd te is, rajta a gyerekek. Hát azért jöttünk veled, de találunk-e. De még mennyi? És milyen csodálatosakat. Szóval azért díszíti délceg termetedet ez a málha, amivel egyszer már fennakadtál a cserjésben. Ezt az egész cuccot meg akarod tölteni gombával? Te csak ne kételkedj abban, hogy ezt én alaposan megtöltöm. Az biztos. És még ha nem is, egy szép séta az erdő mélyén, igazi balsam az idegekre. Nézzét csak! Ura, hát nem ismertél rá? Itt van a balsam az idegekre, a motoros fűrés. Na és, erdőben vagyunk, favágók. Mit csodálkoztok? Zseri! Tudod, hogy a kutyus nem jöhet az erdőbe? Azt nem. Mert ha az erdész elkapna téged... Szépen elszedni a baltát, ahogyan a szép dalocska is mondja. Mondd, papa, meddig maradunk még itt? Na, jól van, mehetünk egy kicsit messzebb, jobbra. Ott beszek, belépünk az erdei magányütvös világába. És úgy közben gombát keresünk. No, tehát a fűrészt itt már nem is halljuk. Most nyugalom van. Az nyugalmunk, legkevesebb 10 kilométerrel a lábunkban, csak úgy mondtam.
és a zsákban össze-vissza három gomba. Egy csiperke, egy tölcsérgomba, meg egy vargánya. Van róla legcsekélyebb sejtelmet, papa, hogy hol vagyunk? Csak még egy pár lépés, és ott vagyunk a... Az Isten szerelmére mi ez már megint? A kőbányában robbantanak, ha nem tudnád, és mi egyenesen a robbantáshoz érkezünk. Ez azt jelenti, hogy a gombaültetvényhez nem lehet közel menni, jó napot? Na, hát te hová mész? Legszívesebben vonatra ülnék és hazamennék. Ej, figyelem, van egy remek ötletem. Na, mi jutott megint eszedbe, mondd csak meg. Zserik, ez egy értelmes kutyus, majd ő kiszagolja a gombát. Szimat, talál, hozza, na. Értelmes, ez igaz, de gondolja, hogy képes erre. Hát minden esetre meg kell próbálni, nem? Zserik, nézd csak, gombácska, na, szimat, vargányácska. Boletus, edulis, bolbosus. Lehet másfajta is azért. No. Haladok, megnézem, no. Mit csinál, jó? Szaladj, Máncska, szaladj. Erre csak ugyan kíváncsi vagyok. Gyertek mind, fiatal öreg, vegyetek gombát az erdőben. Vargánya csiperke, friss és olcsó, ünnepi asztalra való. Gyertek mind, fiatal és öreg, vegyetek gombát az erdőben. Vargánya csiperke, friss és olcsó. Ne, megyél, nem büdöstök, ellopja a gombámat. Na várj, megfogni. Mi baj van? Vajon mi történt? Az egészet te szedted? De honnan szedhette a kosárkát? Jaj, Spejbe bácsi, nagy baj történt. Zserik a gombát egy öreg nénitől lopta. Az már is a nyomában van. Egyszerű lopás, ahogy hallom. Siessünk. Gyere, Zserik. A kosár, fúj. Szélsebesen el minden, szedjétek a lábatokat. Fogják meg a tolvát! Mi ez? Zsarik! Doktor úr, a maga kutyája elvitte a gombámat. 50 forint az ára. Ezt ki kell, hogy fizesse, doktor úr. Ezt ki kell, hogy fizesse. Szívesen. Körülnyek, én úgy gondolom, ez a gomba nagyon jó, igazán ínyenc falat. Hát meghiszem, ez a te olcsó vacsorád. Pontosan 50 forintba került, hát jó étvágyat. Na akkor jó ét. Én iszonyú kíváncsi vagyok, mikor megyünk megint gombászni. A magyar változatot Fritz László, Füredi László, Gellén Attila és Ilosvai Kati készítette.